Üdvözlök mindenkit a képernyők előtt. Benda Török Lívia vagyok, a Gunarasi Dózsa György Általános Iskola magyar nyelv és irodalom tanára. Annak ellenére, hogy egy általános iskolában dolgozom, ma mégis középiskolásoknak adom elő a tananyagot, méghozzá az első osztályosoknak. Az előző néhány órán már beszéltünk az ókori irodalomról, és ezt a tudást fogjuk a mai órával is bővíteni. Már ezt a művet is emlegettük az előző néhány órán, ugye Szofoklésszel kapcsolatban, hiszen a mai óránk szerzője is Szofoklész, a művének címe pedig Antigoné. Ez a mű házi olvasmány a középiskolákban, úgyhogy föltételezem, hogy már mindenki ismeri a szöveget, és most egy kicsit az elemzésében fogunk elmélyedni. Nézzük az előzményeket. Mindaz, amit Thébában Ödipusz király száműzetése óta történt, azt ugye a thébai mondakörből már ismerhették az emberek, ugyanakkor kiolvasható a dráma első jeleneteiből is. Ez szerint ugye Ödipuszt két fia követte a trónon, Eteoklész, illetve Polüneikész, viszont Eteoklész az egyik fiút ugye száműzte a városból, és ő válaszul Argosz királyt hívta segítségül, hogy ugye visszavehesse a hatalmat. Amikor elkezdődik a mű, ugye az Antigoné, akkor azt megelőző éjjel ért véget ez az ostrom, és a thébaiak győztek ugyan, de mindkét király elesett egymás kezétől, és így ugye uralkodó nélkül maradt a város, és így Kreón került a trónra. Az előjátékkal kezdődik a mű. Ugyanúgy, ahogy általában a drámákban, itt is a drámát éltető konfliktus bemutatására szolgál ez a rész, ugye az előjáték. Megtudjuk belőle, hogy Kreón, az új király halálbüntetés terhe alatt megtiltotta Polüneikész, ugye Ödipusz egyik fiának elhantolását, eltemetését, de Antigoné, Polüneikész idősebb húga, akiről később kiderül, hogy Kreón fiának a menyasszonya, tehát Kreón leendő menye, eltökéli, hogy megadja neki a végtisztességet a bátyjának, és szeretné ugye eltemettetni. Fiatalabb lány testvérével, Iszménével látjuk vitázni az előjátékban, aki viszont nem hajlandó segíteni neki. Folytatódik ugye a két nővér párbeszéde, illetve ilyen meghitt beszélgetésként indul, de a jelenet végén mégiscsak haraggal válnak el egymástól, mert hogy mindketten a másik önérzetébe gázolnak, úgy, hogy saját önérzetüket próbálják védeni. Antigoné semmi esélyt nem ad félénk húgának arra, hogy megőrizze önbecsülését, amikor a következőt mondja neki, láthatjátok a táblán a szövegrészletet, most hát megmutathatod, nemes vagy-e, vagy csak nagyobb korcs fajzata. Tehát tulajdonképpen egyértelmű válaszút elé állítja, hogy mit szeretne, ugye. Iszméné nem vitatja, hogy Kreón parancsa zsarnok, és hogy a holtaknak eltemetés járna, tehát meg kellene nekik adni a végtiszteletet, csak hogy nincs meg benne az a halál megvető bátorság, mint ugye nővérében, ezért nem akar segíteni, tehát megtagadja a segítséget tőle. Talán megtehetné, hogy szó nélkül elviseli nővére megvetését, de nem teszi meg, és félénkségét azzal próbálja érvekkel igazolni, hogy kétszer is esztelennek nevezi Antigonét, és hát megkísérli ugye a tervéről lebeszélni őt. Ezzel viszont ő bántja meg nővérét, akinek hősiességét megkérdőjelezi és ostobának nevezi. A dráma párbeszédeiben a szerepek rendre felcserélődnek, tehát az Antigoné folyamán többször is, és itt is ebben a párbeszédben ez történik, míg kezdetben Antigoné kérleli eredménytelenül Iszménét, hogy ugye segítsen terve végrehajtásába, a jelenet végén Iszméné könyörög hiába Antigonénak, most már Antigoné az elutasító, és Iszménével semmi közösséget nem vállal. Csalódottságával, megbántottságával magyarázható, hogy hát esztelen szavakra folyamodik, vagy vetemedik, mert hogy elkezdi biztatni Iszménét arra, hogy igenis mondja meg másoknak, és ne titkolja, hogy ő, hogy mire készül.
A következő rész a bevonuló kar éneke, ugye a dráma felosztását és a dráma egységeit mi már átvettük, úgyhogy ezt most nem fogom magyarázni, a kar, ugye a kar szerepét. Tehát ez a rész arról árulkodik, hogy a város vénei békés nyugodt jövőt remélnek, ugye ez a hatalom átvétel utáni zűrzavar miatt, és így szólnak, végre leszállt Szent Győzelem Istenasszonya, sok szekerű Tébát kegyesen megáldva. Itt az idő, hogy a harc emléke fakuljon a szívben. Viszont megérkezik Kreón, aki ezt megcáfolja, hiszen a szavai új ellenségeskedés magvait hintik el, tehát újabb konfliktus következik a drámában. Az első párbeszédes részben, ami ezután következik, Kreón a karhoz fordul és megtartja a trónbeszédét, ugye ő veszi át Ödipusz fiai helyett a trónt, erről beszéltünk már. Ebből megtudjuk, hogy azért hívta össze a kart, mert hogy támogatottságra számít, és éppen azért ezt a kart, mert ők már segítettek ugye Lajosznak, ez a név ismerős lett az előző órák anyagából, Ödipusznak és Ödipusz két fiának is, tehát nekik is engedelmes alattvalóik voltak, és arra gondolt Kreón, hogy hát most is így fog történni. Tudatosan választotta ki híveiül éppen őket, és hát ez azért Kreón zsarnoki tulajdonságára vagy hajlamára vall. Első pillantásra teljesen érthetetlen, hogy Kreón miért mondja az egybegyülteknek a következőt, ezt is a szövegből idézem, s ki bárcsak egy barátját többre tartja egy szülőhazánál, azt többé nem ismerem. És az sem érthető, hogy miért mondja, hogy nem hallgat, ha pusztulás vár a polgárokra üdvösség helyett. A barát, akiről ő beszél, tulajdonképpen egy politikai szövetség, és amikor megtiltja a polünei kész eltemetését, azt szeretné kipuhatolni, hogy nincsenek-e párthívei polünei kész saját alattvalói között. A kar tagjaitól afféle hűségnyilatkozatra, esetleg ellenkezésre számít, de ezt nem kapja meg, tehát ezek elmaradnak, és a kar érezhetően csalódott, kitér az együttműködés elől, viszont meghajlik, bár nem lelkesen, nem lelkesednek, de nyilván követik a király parancsát. Viszont alig hirdette ki Kreón az első parancsát, már is megjelenik az őr, azok közül egy, akik polünei kész holttestét őrzik. Hiába volt a szigorú tilalom, valaki mégis porral hintette el a holttestet, ez már jelképes eltemetésnek számít, ugye ezt szigorúan megtiltotta Kreón. A karákor váratlanul Kreón rendeletének istentelenségére céloz ezzel a szöveggel. Uram, magamban rég azon töprenkedem, hogy az, mi történt, isteneknek művetán, tehát ugye az istenek, mint mindenek felett állók megjelennek a szövegben. Csak hogy Kreón gorombán letorkolja, és a maga rögeszmét hangoztatja, hogy politikai összeesküvésről lehet szó, és az őröket lefizették. Következő a második párbeszédes részben viszont látjuk az őrt, de már akkor, amikor Antigonét tetten éri, Kreón hosszan faggatja, és csak akkor engedi el, amikor Antigoné személyesen is ismeri be a tettét. Viszont váratlan fordulat rácáfolt Kreón elméletére, de ő nem akarja belátni tévedését, ragaszkodik továbbra is ahhoz, hogy politikai összeesküvésről van szó, és még Iszménét is megvádolja ártatlanul. Csak hogy minduntalan ugye meglepetési kérik, mert hogy Antigoné kihallgatása során a szerepek felcserélnek, és Antigoné vádolja őt. Tehát arról van szó, hogy Kreón annak ellenére, hogy Antigoné be is ismeri a bűncselekményt, nem hisz neki. Iszméné közben nem, hogy kerülni, de végül vágyik a halára ártatlanul. Kreón, aki csak politikai szempontokat ismer, ugye egyiküket sem érti. Antigoné feltétlen testvéri szeretete és istenfélelme épp olyan felfoghatatlan számára, mint Iszméné bűntudata és kétségbeesettsége, tehát esztelennek nevezi ezért mindkét nőt. A harmadik párbeszédes részben Kreón és fia Haimón vitáját látjuk, akár csak az előjátékban, ugye Antigoné és Iszméné párbeszédében, itt is kezdetben bizalmi viszony vagy bizalmi beszélgetés folyik, de ez később gyűlöletbe csap át, ugye a Kreón és fia között. Haimón kéréssel jött apjához, ugyanakkor felháborodva hagyja őt magára. A beszélgetés eleve feszült hangulatban indul, és hát Haimón Antigoné jegyese hivatlanul érkezik azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy
apját szeretné eltéríteni attól a szándékától, hogy ugye halálbüntetéssel büntesse azt, aki a holttestet eltemeti. Türelmesen végighallgatja Kreón kétes érveit, melyekkel a király maga tekintélyét a legfőbb államérdekként mutatja be. Nem kezd vitába erről, inkább apja érdekeinek védelmezőjeként lép fel, tehát megpróbálja rádöbbenteni, hogy tekintélye szenved csorbát akkor, hogyha ezt az intézkedést valóban megvalósítja. Kreónnak nincsenek ellenérvei, ezért ismét a másik fél szava hihetőségét veszi célba. Fiát elfogultnak, asszony rabjának nevez. Ugye mondtam, hogy Antigone és Haimon jegyesek voltak, tehát úgy gondolja Kreón, hogy a fia csak asszonyi hatása alatt áll, azért mondja ezeket. Még cinkossággal is megvádolja, holott maga is elismerte, hogy Antigone végül is egymaga követte el ezt a tettet. Tehát a párbeszédes rész után megint csak a kar szerepel a szövegben, a kar ezúttal is szokott módon reagál, láthatóan Haimonnak ad igazat, ugyanakkor nem mer Kreónnal szembeszállni, ezért, tehát ez nincs elég bátorságuk. Érosz hatalmát hirdető szavai látszólag Haimont ítélik el, de ugyanúgy szólhatnak Kreón ellen, ugye aki Érosz mindenkin diadalmas hatalmát, azaz Haimon szerelmének erejét nem képes felismerni. A negyedik párbeszédes részben először a kar és Antigone találkozását láthatjuk. Antigone, aki korábban halál megvető bátorsággal szállt szembe ugye magával a királlyal is, mégiscsak azért a halál torkában megretten, és a kartól vár némi szolidaritást, vagy azt, hogy az ő pártjára álljanak. Azért idézi Niobé sorsát, hogy részvételt keltsen, a kar viszont ezt félreérti szándékosan, és azt mondja, hogy Antigone büszke lehet, hogy egy Isten sorsában osztozhat. Antigone megátkozza elítélőit, azaz Kreón mellett még a kartagjait is, végső érvül még fejedelmi származását is felhozza, de hiába, mert hogy ugye, tehát őt elítélik, a kar nem elég bátor ahhoz, hogy kiálljon mellette, Kreón megjelenik, és még a kar, tehát ennek hatására szaván is fordít. Alig hurcolják el Antigonét, megjelenik Teiresziász, ez a név is ismerős lett, ugye a vakjós, már az előző művekben is mind szerepelt, ő az istenek szószólója, jeleket említ, melyek az istenek haragjára utalnak, és Kreón teszi ezért mindenki előtt felelőssé. Kreón parancsát szégyenletesnek és istentelennek mondja, és Haimonhoz hasonlóan Kreont magadságáért korholja. Kreón eszére próbál hatni, de Haimonhoz hasonlóan hiába, Kreón még mindig, tehát azzal a szokott módjával reagál ezekre a vádakra, hogy ugye tehát a vita partnerének a szava hihetőségét vonja kétségbe. Kreón csak akkor törik meg, amikor a jós egy jóslattal megrémíti, tulajdonképpen Haimon szavainak értelmére világít rá, segít értelmezni azokat. Kreón megérti, hogy tévedhető is, elfújja a félelem, és nem hogy alázatossá, hanem egyenesen gyámolatlanná válik. A kar Kreón fordulatát kitörő örömmel fogadja, egy Dionysos himnuszt énekel, akár a darab elején. Szofoklész itt is azzal a fogással él, mint az Ödipusz király kapcsán, hogy elhiteti azt, hogy esetleg szerencsés véget érhet a mű, tehát hiú reményeket kelt, ugyanakkor később majd lesújt a végzet. Az utójáték a megjövendőlt katasztrófát hozza, egy hírnöktől megtudjuk, hogy Antigone és Haimon is öngyilkos lesz. A karszavai Erosz hatalmáról és Teiresziász intő jóslatáról beszél. A jós szavain felbátorodott kar nyíltan Kreont hibáztatja mindezért, ami történt. Maga Kreón is elismeri esztelenségét és azt, hogy az istenek ellen vétett. Pedig még itt nincs vége, egy újabb csapás következik, méghozzá Kreón felesége Euridiké, fia halálát halva szintén saját kezével vett véget életének. A magára maradt elátkozott Kreón viszont nem halhat meg, tehát pont ez számára a büntetés, hogy ő senkit nem szeretett annyira, hogy az alvilágban nyugalomra térhetne. Igazából átnéztük nagyjából a
a művet, tehát cselekményében is némi értelmezéssel együtt, viszont kiemelnék még egy motívumot, amelyet körbe lehet járni, és persze ezt még ti majd tovább vihetitek, hogy miért is temeti el tulajdonképpen testvérét Antigoné, tehát hogy miért ragaszkodik ehhez annyira, annak ellenére, hogy ugye a király által tiltott cselekmény lehetne. Ugye a halottak eltemetésének szokása vallási elképzelésekre épül, hát ez nyilván nem meglepő, szóval a holttestek eltemetését a görögök nem csak a holtakkal, hanem az istenekkel szemben is kötelezettségüknek érezték. A görögök úgy hitték, hogy maguk a temetetlen holtak is képesek ártani az élőknek. Az Antigonéban mindenek előtt az űr az, aki utal erre, az aspektusra. Azt mondja, eltűnt a holt, de nem temette senki el, csak porral fette, hogy ne szálljon átkará. Tehát a dőlt betűs rész utal erre, hogy ugye, hogy a halott átka talán visszaszállhat arra, aki nem temette el, holott látta a holttestet. A korabeli felfogás szerint ugyanis annak, aki temetetlen holttestet látott, ugye nem temette el, tehát a cserben hagyott bosszúja kísérti. Antigoné is említ olyan érvet, mely úgy tünteti fel tettét, mintha testvére haragjától tartana. Mindez azt a benyomást kelteti, hogy Antigonét csak a vallási szempontok érdekelik. Persze ez nem így van, mert hogy a testvére iránti ugye a legtermészetesebb érzésből fakadóan, mint hogy a szeretet, ugye szükségszerűnek tartja, hogy a testvérét méltósággal temessék el. Antigoné is említ ilyen érvet, tehát hogy esetleg félne testvére haragjától. Mindez azt a benyomást kelthetné, hogy Antigoné csak is vallási okok miatt szeretné, hogyha eltemettetnék testvérét, ugyanakkor a szeretet is közrejátszik, hogy ezt a tettét véghez viszi. Átéli, átérzi az isteni törvények igazságát, ugye számára a temetés nem puszta szokás, nem külsőség, hanem belső kényszer, és ezzel a belső érzelmi késztetéssel összhangban vannak az istenek törvényei is. A művet nagyjából átbeszéltük, természetesen ezt a végtelenségig lehetne még folytatni, de mindenek előtt nektek ismerni kell a szöveget, úgyhogy minél hamarabb olvassátok el az Antigonét, ezt ajánlom. Köszönöm szépen a figyelmet!